Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Hogyan tovább? Melyik ajtó nyílik ki számodra? Milyen változások lesznek? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, hogyan tovább, melyik ajtó nyílik számomra. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt ez az angyal téged szimbolizál. Itt előtted megjelenik ez a kártya, ez a fő téma, természetesen a férfiaknál is. És ez a kártya azt jelenti, öleld át saját magadat. Szeresd magadat, hiszen te értékes vagy, és megérdemled azt, hogy kinyíljon egy kapu, hogy javuljon a helyzeted. Itt a bal oldalon látható kártyák jelentik a jelenlegi helyzetet, vagy a közeli jövőt. És ezzel szemben itt ezek a képek utalnak a távoli jövőre, mi várható, milyen változások. Itt láthatóak a kelyhek, és a kelyheknél érzelmekről van szó. Itt látható egy ünnepség, a vidámság, kapcsolatok. Ezek lehetnek baráti kapcsolatok, vagy valami javul a családi kapcsolatok terén. Lesz egy meghívás, itt van a vidámság. Ez lehet egy kreatív tevékenység is. Itt megjelenik ez a férfi, mint egy király. Megvan a büszke tartása. Elfoglalja a helyét az életben, és uralkodik az érmék felett. Nála javul az anyagi helyzet, vagy vannak sikerei a munkahelyen. Az is lehet, hogy ez a király a főnököd. De itt látható, hogy megvan a jó kapcsolat, javul a helyzet. Amit ez a király még mutat, ez az arany érem, ami jelenti az anyagiakat vagy a munkahelyet, de a föld elemét is. Ha párkapcsolatról van szó, akkor ez a férfi tervez valamit, hiszen odafigyel a reális dolgokra, meg akarja valósítani a terveit. Ha te egy hölgy vagy, itt vagy látható, a párod pedig itt a közelben. Mindkettőtöknél ott van ez a kard. El tudtok valamit vágni ezzel a karddal. Negatív gondolatokat, negatív érzelmeket, mint például félelmeket, vagy bizonyos kapcsolatokat le tudtok zárni, vagy eltávolítotok valamit, egy tárgyat a környezetetekből, vagy elhagytok egy bizonyos helyet. Amit itt a kartok még jelentenek mindkettőtöknél, ezek a fontos döntések és a kommunikáció. Beszélni fogtok egymással. Itt megjelenik a sors kereke. Itt lesz egy sors döntő változás. Ez a kerék mindig abba az irányba forog, ahova odafigyeltek. Tehát be lehet folyásolni a sorsok kerekét, a sors utakat. Itt újra megjelennek a kelyhek, ezek utalnak érzelmekre, ennél a képnél a múltról van szó. Vagy érzed a gyermekkori emlékeket, vagy valaki gondol rád a múltból, megjelennek az érzelmek. Itt lesz egy fordulat, mert valaki visszatér hozzád a múltból. És most megnézzük a jövőt, ami később fog történni. Itt kezedbe veszed ezt a botot,
irányítod az eseményeket, valami lelkesíteni fog téged. Itt mások úton vannak, te figyeled, hogy ki mit csinál, milyen irányba haladnak a dolgok, és követni fogod az eseményeket. Az is lehet, hogy te vagy itt az irányító, aki ebbe az irányba fog mozogni, ami téged lelkesít, tehát haladsz a saját utadon, és ez a férfi követni fog téged. Ha te egy hölgy vagy, megjelensz itt, mint egy királynő, uralkodsz az érmék felett, hasonló, mint ez a király, szintén uralkodik, rendezed az anyagi dolgokat, és éled a hivatásodat, elfoglalod a helyedet az életben. Ez az arany kehely, ez jelentheti az intuíciót, vagy egy spirituális területet is. Itt lesznek változások, hiszen elhagyod az egyik partot, és egy új irány lesz, követed ezt az utat, ahol itt is látható ez a változás, de még az új part nem látható. Ügyelj a saját érzelmeidre, hogy ne légy bizonytalan, ne félj ettől az új kezdettől, hanem úgy érezd magad, mint ez a királynő. Légy biztos a dolgaidban. Valaki közeledik hozzád nagy lelkesedéssel és szenvedélyekkel, ez a férfi kihat az érzelmeidre, lehet, hogy általa is lesz majd itt egy változás. Lesz egy új irány, ez a kártya lehet egy utazás, és lesznek változások, éled a hivatásodat, megvan a magabiztonság, rendezed az anyagiakat, de a párkapcsolatot illetően is lesz egy új irány, valaki közeledik hozzád, mély érzelmekkel. És ez volt, ez az általános jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!